Szevasztok! Üdvözlet mindenkinek újra a Bégyula csatornán, gyerekek! Mi az? Mi az? Ja, hogy az ott egy kipogó? Aha! Jó! Fú, srácok! Ez a Windows, ez kicsinált agyilag, nem mindenhogyan. Oh, na! De azért itt vagyok, sikerült lefrissíteni a Vinyót, meg a Windows-t, meg a mindent. A leírásban ott vannak a letölthető modifikációk. Azt hiszem, egy megalinket, igen, egy megalinket raktam ki. A Discord is ott van, ha jól tudom. Bocsi, most azt mondjuk egy kicsit zuhanva a srácok, ez van, ez a technika ördöge, megviccelt minket, közben nézem, hogy ki van itt velünk a játékban, mert elméletileg ez egy Farming Simulator 19 nagy faternál vagyunk, a Misi van itt velem, hogyha jól látom, de minden, igen, a Misi van itt. Ki kell, hogy altaboljak, hogy itt a Discordon is tudjam őket köszönteni. Na, szevasztok, srácok! Ciao, hello, hello! Itt van a Dani, itt van velünk a Vadász Misi, meg itt van velünk az Andor is. Ciao, ciao, szevasztok mindenkinek! Ja, csak én még a teledot fölrögzítem, hogy tudjam nézni a chatet. Oliver Gáspárnak pedig cső a chaten. Hello, hello! Nem zavarok? Korbeli, micsoda, Korbeli ezzel is írta, hogy fugyma, koszos, az MTZ szívedés, nem látlak. Hát szerintem a szemüveget koszos, azért nem látsz. Ki van még itt? Balázs Péter magyar, aztán a Sütő Ákos, a Bence Csenel, Andor Virág is beköszönt ide, meg a Zalán Kabai is. Na, szevasztok, gyerekek! Szóval, ha zavarok, akkor elmegyek innen. Ja, nem zavarsz. Miért zavarna? Na, az van, gyerekek, hogy csinálunk egy játékképet is. Itt vagyunk FS19-ben a nagyfaternál. A modok azok ott vannak. Egyetlen egy darab Zalán Kabolyának. Van külön főrakva. Na, kiraktam is egy csoportba. Itt van külön kirakva. Ez az egyetlen egy darab kis kút, kerekes kút, ami nem került bele
a kis megás cuszban, nem is tudom, hogy miért, fogalmam sincs. Mindegy, ha gondoljátok, kikapcsolom, hogyha ha akarjátok. Hello, Szilvence! Ha gondoljátok, akkor meg maradhat, és akkor lehet velem jönni. Elméletileg a leírásban ott van minden. Hol is vagyunk? Continental Európa, és akkor Bigyó YouTube Gaming kakasai jelszó, és akkor én el fogok fogadni minden egyes játszani kívánó ember. Két közben itt nyomok egy kis zenét, méghozzá így van. Itt van zenét. Négy doboz tojás. Négy doboz tojás, hol van? Négy doboz tojás. Ahol én állok. Aha. Itt van velem szemben. Amit én töltöttem fő, abban nem volt benne, vagy melyikben? Nem, ez Farming Simulator 19, de te 17-et töltöttél fel. Jaja. Jaja. Úgyhogy ebben... Egy kicsit laggolok. Nem baj. Vagy na ciao, hello. Ja. Na gyerekek, az van, hogy akkor el kéne na. Kezdeni. Na, mit az Andi nekem? Kicsoda írt neked? Ki írt neked? Eladjam a tojást. Eladhatod, persze. Valami Andi néni írt neki. Andi néni írt neki, az Andi nénit megkérik, Andi nénit ne lezavarja a live-ot, jó? Persze. Egy nincs meg, valami transportpa. Mi nincs meg? Meg a te stream, a form sincs meg. Mi nincs meg? Misi, te nagyon hall vagy. Nem értem. Na mindegy. Hol vagyok hall? Na most jó hang. Zsombokló, hello, hello, szia! Balázs Péter nagyon meg azt írja, hogy van egy jó híre, hogy jövő héten megjönnek az FS 19, és akkor jön majd, tud velünk jönni majd 29-be is. Na hát, hello. Megvárjuk akkor a 29-et, akkor Balázs, akkor majd a 29-et megvárjuk, hogy gyere velünk. Na, én meg viszont arra gondoltam, hogy én azt fogom csinálni, hogy, hol is voltunk? Itt voltunk, és van itt egy olyan, hogy szállítást igényel az ötös föld, úgyhogy én az ötös földre ki is gyalog szépen a kis... Mi a rákkal? Mi az? Fent favorit? Hol is van? Hol hagytam? Itt hagytam bőrben. Gyula, most mennyi ez a játék? Melyik? Az FS 19 pass. Nem tudom. Nem tudom mennyibe kerül. CD-set akarok. Hoppá. Akkor ingyen 8-as között. 8000-et. 8 rongy? De hogy is? Hát én mikor én előrendeltem ugye a One Day Edition-re, akkor volt 5000, nem, 4999. Mikor kijött? Én 3,5 éve vettem. Na, ma ráírtam egy srácra a Marketplace-en, van neki Farming Simulator 15-e, 5-ös eladó, és mi a fene? Debrecenben van, 2 rongyot kér érte, de nem postázza, úgyhogy sajnos arról lemaradtam. Gyula, akkor gondolod, én ezzel akkor támogatom a csatornát, odaadom ingyen az enyémet, cél is. Farming Simulator 15? Igen, 15. Tényleg? Megvan neked a 15? Igen. És nem használod? Annó, amikor de még akkor jött, akkor használtam, azóta semmi. Semmi? Na, hát hogy ilyen... Azért vettem meg tudod mindegyiket, hogy tudod gyűjtetem ide, de majd megviszem. Aha. Na hát, hogyha ezzel kívánnád támogatni a csatornát, akkor privátban majd elküldöm a címet, és akkor, hogyha gondolod, elpostázhatod. Azt úgy megköszönöm a többiek nevébe is, és akkor akár egy 15-ös sorozatot is elkezdhetünk. A Oliver Gáspár is örüljön egy kicsit, az Etorral fogom csapatni neki. Most én is nyelvén sorsolás, nyelvén játékot csinálok. A 6 órásba. És 10-től te milyen live-ot fogsz csinálni? Most csinálok, 6. úgyis a 6 órásat, 10 órától. Így írtam ki. Ja, ma este 10 órát? Igen, 6 órás. Körülbelül 4. És mit? Hoppa, beakadtam. És mit? FS? Első 4 órában Counter-Strike. Aha.
És úgy volt a második két óra a Forza Horizonban még lesz. Tihanyi Gabi, hello, csá, hát egyelőre még a kapun nem tudok kijönni ezzel az ekével, úgyhogy nem tudom, hogy elég lesz-e. Semennyit, az menjek. Semennyit. Ez az, hogy semennyit nem ittem. Ez az eke, ez néha úgy fordul, hogy nem tudom. Néha így, néha úgy. Menjek segíteni? Nem kell. Jövök, ki tudtam kanyarodni. Hanem kíváncsi leszek majd, hogy a földön a szántás közben hogy fog ez viselkedni ez a forsít eke. Közben meg a Gabinak hello, csá. Gabikám. Hát elég érdekesre alakult most ez a mai live. Nagy fába vágtam a fejszemet azzal, hogy ugye a Taikával egy időben live-olok, mert ő is most kezdte. Csak hát ugye én 8-kor akartam kezdeni, csak hát az volt a gond, frissített a Windows-om, úgyhogy ez egy óra volt, úgyhogy sajnos ezt benyeltem. Rendesen sáros ez a föld, menj már, dobálja a sarat, tök jó. Na viszont az van, hogy ezt meg leszántjuk, ezt az ötöst. Ezt elkezdem szántani. De itt még van kint egy kis szalma is, de nem számít. Na amúgy Gyula, most megnézem a CD-t. Amúgy jó állapotban, nagyon köpte. Hasznos, hát csak a dobozolás miatt, hát oda, hogy benne van. Az nem de amúgy működik, most beraktam a gépbe, és minden tiszt. De zsír király. Rajta van a Turbo CD-n a felek, ő is az aktiválatot. Eladtam a tojást. Ó, köszi szépen. Olivier Gáspár fogásba csináld. Hogy fogásba csináljam? Hogy középről csinálják egy fogást és két oldalra? És akkor forgok kifele? Ez a gazella nagyon megy. Ugye? Azzal vigyázni is kell. Ne is követtem. Az FS 19 6000 forint ég. Most néztem. Jó, akkor Olivier Gáspár, akkor itt be is fordulok, akkor középre, jó, így. És akkor... Nem tudom, úgyis majd szegni is kell. Én megkezdem töltöm a modokat. Nem sok van már. Nem, én meg sem néztem egyébként, hogy mennyi. Tehát, hogyha méretre, hogy mekkora. 2,59 ja. Igen? Mm. Most letöröltem a vadászos játékot. Jaj, miért emeltem fel az egész? Jaj, felemeltem az ekét, de miért? Az a titó, hogy nekem úgy nem működik az egész dolog. Hogy? A farmot nem rakja be valamiért. Már hogy nem rakja be? Úgy, hogy benn van ez a nagy pater idé. Ki kell csomagolni. De ez az old stream ja. Farm. Kicsomagoltam és így be akarom húzni, de nem rakta be az egészet, aztán van bírat, a üzenet, mit tudom én. De felül írtad? De figyelj, el kell olvasni, hát biztosan valamit nem jól csináltál. Érdekes, nekem régebb óta megvan a modok, mégis jó. Nekem meg nincsen, meg az mégis jó. Én nem tudom, gyerekek. Egy ember mindig van egyébként, akinek nem jó. Valami miatt. Hogy régen mindig bent nem volt valami baj. Most helyettem legalább itt van bent. Valakinek mindig valami kehélye, nyugja baja volt. Úgy, mint nekem régen emlékszem. Igen, mindig volt valami. Lehet, hogy pont nem jól megyek én ezzel a...
Pont nem volna, de pedig nem. Akkor most mit csinálja? Hát találd fel magad. Misi, ne hülyéskedj már. Jó, például, mindjárt megnézem a térképet. Figyelj, ami például itt az ötöst ezt szántom, ezen az ötösön van némi szalma. Azt hamsterről össze lehetne kapni. Szerintem azt akár el is viheted eladni, ha gondolod. Jó. Most ezt nem emeltem föl. Miért nem? Gyula, mondd ezt egy jó tanácsot. Ha majd tudod jövőben jobban akarsz, hogy streamet tudod két gépről tervezel. Ne, sok idő. Én is most szisztem bele. Mármint hogy? Hát mondom, tudod, én úgy terveztem két gépről a streamet. Igen. A D7-es a streamet, így ment a játék. De ez összejött végig, csak így ilyen két óra beállítások voltak. Aha. Hát... négy ember hívtam át, hogy csináljuk már, mert... Én annyira azért nem. Én úgy vagyok vele, hogy van három monitorom van, és akkor egy géppel csinálom. Jó lenne, hogyha két géppel csinál, ugye az egyik a streamelésre, a másik a igen. Játékra, de semmi értelme, ez simán elviszi ez a videokártya, simán bírja. Jó, nekem is elvinni, csak na, egy kicsit így nem megszik annyira, mert nekem még gyenge a fűtésben. Olyan szinten. Aha. Nekem régen a hűtéssel nagyon sok bajom volt. Volt olyan, hogy így random, nem tudom, mondjuk GTA 5 osztam, vagy valami. Ezt is fogta magát a gépem, full bepirosodott a monitor, azt leállt. Tenyő. Érdekes volt, de mindegy. Úgy gyerekek, rendesen rúg a gép. Rúg vissza. Viszont ez itt nem jó. Ez a fogás, ez itt nem jó. Ez pont visszafele kéne jönni ezen a fogáson. Igen. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy most már azért bele fogok ám jönni, hogy ezzel az ekével honnan, hogyan kell szántani. Egy kicsit sok lett. Bele fogok én jönni ebbe a dologba. Megpróbálom realisztikusan csinálni itt a dolgokat. Csak rá tudok fogni, fordulni. Most már elindultam. Csak még nem tudom, hogy mi hol van. Kérlek szépen a hamster az nem is tudom, ott van fönt. Szerintem. A Rába környékén, azt hiszem. De a térképen meg tudod nézni. És még nem volt elejtett képkockám se, úgyhogy nagyon kellett már ez a Windows frissítés egyébként, csak hát én ezt nem így terveztem. Nem tudok menni játszani. Mert valahogy úgy az a map az úgy nem működik nekem. Szedd le máshonnan. Akkor szedd le máshonnan, Allstream map, beírod, és kész. Ja, a V1... Nem bírod szedni játékon belül is, fent van a modok között. Modhubon, igen. Jó, meg egy másik kell. Azt meg úgy kérják, hogy valami transport vagy... Megnézem. Figyelj, javaslok valamit. Nevét kimásolod, Google, beírod, letöltöd, berakod. Régen is itt csináltuk, hogy is tovább. Igen. Ja. Tavaly volt 5 nappal ezelőtt. Pisti Gerák is megérkezett. Hello Pisti! Ciao. Egy kis szántás. Olyan nincsen meg, hogy transport pack. Transport pack. Aha. Most én is megfogod, ugye ott van, hogy modok megnyitása vagy mi azt van. Honnan le tud szedni kettő modot. A harmadik meg a fönt van. Shopiba. Várjatok már egy pillanat, mert én akkor azt nem x-eltem ki. Tényleg a transport pack, az meg nem is kell egyébként. Tök mindegyel leszettem. Figyelj Gyula, attól ne állíts le. Ja, hát újra lehetne indítani, mert ezt így elmentem, aztán 2 perc, és akkor nem kell szenvedniük vele.
Nekem mindegy. Nekem is jobb lenne. Hát motóban nincs itt fenn ez a üzlet. Na, akkor... Várás, hol? Akkor várás, várás van, akkor várás van, mentés van. Játék mentése. Oké. Még egy játék mentése. Kiléptem. Oké. Kilépés a játékból, és akkor csinálom újra a gyerekek, és akkor ugyanúgy. És akkor nem... Ugyanúgy csak annyi, hogy a transport... Mi a transport pak, meg a izé? Meg akkor kiveszem a izét is belőle, azt a másikat. Melyik volt az egyik a transport? A játék létrehozása... Igen, folytatás... A neten nincs benne az 1.0-ás verzió. Idegy! Na várjatok, csak transport pak. Igen, a másik pedig... Az a kis kút, kerekes kút. Oké, jó. Folytatás. Indítás. Kontinentál Európa indítás. És ennyi volt gyerekek, úgyhogy megyünk is tovább. Jó. Évtized, ameddig betöttük. Na, sikerült. Közben csetet olvasok. Bencét nem találják Twitch-en. Na, nincs is semmi jelzőba. Belépőben nincs senki. Közben már ránézek a Discordra is. Nagyon jó. Na, és akkor indíthatjuk is. Oké, benn vagyok, és akkor hol tartottam? Oké, benn vagyok. Jó, jó, jó. Oké, és akkor bele is tabolok ide. Ez az. Vissza a zene. És akkor mehetünk is. Misit elfogadjuk. 2 percet letöltjük. Köszöntöm szépen. Nagyon szívesen. Mi lesz a meló? Hát... jaj... én szántok, lehet majd jönni vetni, hogyha gondolod. Jó, jó. Ó, milyen ferdén állok, ülök, így kell, hogy üljek. Nézem a izét, a videót. Ú, de rossz. Ez milyen traktor? Ez egy Zetor. Ez egy Zetor. Milyen? Adatok szinkronizálása, visszajövök egyenesbe. Vagy hagysam el a kamerát? Mint hogyha így lennék. Ja, ja. Amúgy nem is késik olyan sokat ez a live. Nem tudom, hogy mennyit késik. Lehet, hogy úgy kéne, hogy így oldalról jöjjek be a képbe, így. És így jöjjek a live-ba, vagy hol lesz az egyik. Jól lesz ez így. Jaj, csak a gyere kamerát nem jön ide. Nem jó irányba viszem a kamerát. Ez az. Fú. Mi is jöhet, mire izé van? Mire tényleg évtized, mire bejössz. Marta. Mi is jön be? Lesz még egy pár szinkronizálás. Mi is vittes? Ez vittes? És a Kovács János is... Vagy Kovács János, Kovács József is, ugye Kobi papa is live-ol. Úgyhogy... Úgyhogy most... Live-ol. Valami Factory mapot live-ol. Factory map új állapot. Elvileg benn van a map, remélem, mert jó mindent is. Kettőt egyszerre nem tudok nézni. Kobi papa is, a Taika is. Mert a Kobi papa? Kobi papa. Amit nem ismerem. Ja, Kobit nem ismered? Vontatott te két van? Igen. Az annyira nem jó, nem? Hát, most ez van. Jó, nem vagy. Na, Misi meg megtalálta közben a hamszert. Nem tudok egy egyeneset fogni ezzel az ekével. Van ilyen. Horror gameplay. Jön Covid, majd befejezi a live-ot. Jön majd?
Ja, jó. De aranyos. Kobi? Az a játék, hogy fakad, ugye? Ja. Igen. Haplakozok elvilági. Na, aztán mindjárt nekem nem lesz jó valami. Én megvonom belőle, ha most valami lesz. Van, nekem nem jó, akkor nem megyek játszani, ennyi. Ennyi, ennyi, ennyi van oldva, nem? Valami mekkorátén van az etornodé? Nem fogok szenvedni már egy teste. Mekkorátén van az etornodé, nem hal meg benne? Micsoda? Nem hal meg ekkoráténé az etorn? Nem. Ne ennyire. Valóságban meghalna. 10-el húzom, 2, 4, 6, 8 fejeseket. Az igen, apu. 9-10-el húzom. Saját mappomon Mercedes-től 12 fejeseket húztam. Mercedes. Aha. Na, kikapcsolom. Jó, az MB truck, ugye? Aztán. Kikapcsolom. Ja, vágom azt a traktort. Na most van egy szinkronizáció. Ja. Ja, nagyon jó. Állítólag lesz még egy. Etor. Etor írja a Balázs Péter magyar. Bence Channel. Csá. Itt voltál az elején, azt hiszem. Bence Channel. Bence Channel. Channel. Koko Channel. Zetör. Zotor. Igen, itt volt az elején a bán. Éhetne engemet, na végül. Na végre. Mehetünk. Meddig leszünk? Azt se tudom, 9-kor kezdtük, ugye? Hát akkor 11-ig. Jó. Előre nem lehetünk további. Micsoda? Itt vagyok. Én ráérek. Jó, van munkám. Volt egy kicsi lap, délap, gyögyögyö. Ne aggódj, nálam is van. De itt már kora? Benne a telefon, azt nagy van. Igen, Péter. Tervezek 15-ből is. Multit és live-ot. Bence 2.0 támogatni fogja az ő kis CD-s verziójával a csatornát. Nekem is meg kéne venni. A CD-s verzióban annyira nagyon kevés van, hogy... Milyen traktorba üljek bele itt, hol? Misi 2000 forint emlapon. Ez milyen kójánték? Várat, hogy akkor megveszem. Meg plusz 1600 a szállítás. Mi ez? Mi ez az éjtő? Majd te még 10%. Milyen komoly gépek vannak már itt? Kipobálam. Milyen, mit csinálja? Hát azt lehetne csinálni, hogy... Mit tudom állva? Figyelj csak, mindjárt mondom, hogy mit csinálj. Például... Lada nincs. A... Körbenézem a gépet. Hát... A hetes földet is lehetne megmunkálni, és lehetne vetni. Megmunkálás? Az szántás? Hát, vagy csak kultizol, mert csak ez az egyike van nálam. De gondolod, veszek még egy-két ilyen kisebbet? Nem kell, nem kell, akkor én maradok a időmnek. Szántávánál, hát vagy izé. Jó, akkor én megvállalom a vetést. Van. Átcsászhatod? Átcsászhatsz. De van annál kisebb is, lehet, hogy a hetes föld egy kicsit kicsi lesz neki. Ott forgalodni vele. Akkor fogom ezt. Nekem mindegy. A fenben. Jó, ott van egyébként a 218-as dominátor mellett, hogyha kinyitod az ajtót, ott vannak benne ilyen kultivátorok. Aha. Hogyha nyomsz egy P betűt, és belemész a garázsba, akkor ott végig tudod nézni, hogy milyen gépeink vannak. Jaja. Na, akkor én ezt elviszom, feladom. Jó. Hallod? Tessék.
Ja, ez a Porsche. Egyébként Gyula, miért nem húzod végig az ekét egyébként? Hát... Már azt a végén húzza majd be. Mert az... A, ja. A szegést meg kell csinálni. Ja. Ja, ja. Ugye valóságban sem ütött. Valóságban sem húzhatod ki a... Azért a... Betonon meg mindenhol. Na, rábasztál, gyere, indulj be. Az úgy miért van, hogy így egy helybe kotor? Micsoda? Rá. Egy helyben mit csinál? Kapar? Ah, nem tudok kijönni innen vele. Menjek? Hát, csukd össze azt a tárcsát. Várjál. Most menjen, vagytok a játékban. Kemény hárman. Csukd össze a tárcsát. Úgy se jön ki. Valami van ezzel a... Micsoda? Na most kijött. Na azért. Csak középen nem tudtam vele kijönni, mert tárcsa nélkül is így megállt, mintha ott egy fal lett volna előttem. Amúgy kettő van belőled. Miből? Belőled. A telepen. Az egyik áll egy helyben. Nem szokott lenni ez a bug. Ja. Beakad. Bebugol, kaputja. Jó van, nem baj. Elfér még egy. 2% szedmal. Tiszta tartsa. Fender húzza ezt az ihatartát. Szerintem igen. Ja, nem. A rába utána mi van az ihátárcsat? Biztos, hogy nem. Fölemelve üresen biztos, hogy elhúzza. De amúgy meg nem. Megnézzük ki kinek. Ki? Andor. Nem. Mi van az a... Ja. Micsoda? Nincs meg neki. Mi nincs meg a 19. Ja, ja. Mert láttam, hogy izé bent van a szobában, le van még valami némi falszkonnal, izé. Hoppa, nem láttam, hogy itt van egy bort. Nem majd játszani, csak most elment. Nincs meg neki a 19. Ajánlotta a csatornát? Kicsoda? Ki ajánlotta a... Uha. Gabi. Gyere, Misi, gyere. Jó van. Ki ajánlotta a csatornát? Megnézem, mit mivel a földbe ez a fend. Nem várok kúfokat. Oké, kicsomagoljuk. Nem tudom, kíváncsi vagyok, neked jó lesz-e. Ez a volt. Nekem. Hogy behúzzál, mert nekem nem tudsz adat. Nekem. Nem lesz, jó. Kíváncsi vagyok én is. Hallod, Gyula! Mondjad. Mit akarsz, hogy ez nem húzza el a földbe? 13. Igen? Azon. Én nem tudom, melyik fendre gondoltál. Papi csatornára jár, ahogy találtam rá. 15. Mármint a Kobi papi csatornájára? Hát Kobi papára hogy találtam rá? Szerintem ő jött hozzám. Szerintem ő jött hozzám, és utána én is mentem hozzá. Szerintem valami ilyesmi lehetett. Már rég volt. Egyébként nekem épp mindegy, hogy megvan a modpakba vagy nincs, mert nekem így is úgy is le volt szedve. Hát akkor szerencsét van. Itten állok, fajták állatok. Na nézzük, hiányzik-e valami, remélem nem. Hát, nem hiányzik, hogy semmi. Ja, Nedire? Nedire úgy találtam rá, hogy azt hiszem ajánlotta. Nedi az kicsoda? Az nem ilyen mód készítő? Na, ő videós. Azt hiszem őt is. Igen? Persze. Csomó modán ott van, hogy szerkesztők vagy készítők, azt ott van a le. Igen? Hát akkor nem tudom. Nem biztos, hogy az a Nedi, lehet ez egy másik. Lehet az egy másik Nedi, a fene tudja. Na mindegy. Szerintem nem, szerintem ugyanaz. Ugyanaz? Kettő. Hát. Írja a Sütő Ákos, hogy csinál modokat is. Ah, megyek. Én vagyok az a nagyon fura nevű, meg az a hosszú nevű. Tyúkos, libás, mákos guba.
Nem azt találtam ki jobbat. Hogy szólíthatunk téged, mert ilyen 20 neves nem akarok lejönni. Jó lesz tyúkos. Azt írja a Pisti Gerák, hogy most már nem, ha jól tudja, már nem csinál modokat. Jaj, gyerekek! Szinkron. Szinkronizálás. Na, ez gyorsan bejöttél. Ez szép. Jó, most az internetem lefogogjam. Meri, osztom el valamit. Mondd. Megnézd le te nekni, hogy van-e benne a luxalma vagy mi? Még nem lám nullát mutat. Itt nulla. Hát akkor valószínű, hogy akkor nincs. De... Pedig amit összeszedtem, azt mindet beöntöttem. Jó, hozzájuk. Igen. És el is fogadta? Mit csináljak? El. Kiürített az egészet. Hallod? Széna 75. Mondjad? Mondj, azt kérdezte a guba gyerek, hogy mit csináljunk. Nem guba, Domi. Hát, gyerekek, most... Nem tudom. Találjátok ki, hát... Mi legyen? Találd föl magad, az kérd. Találd föl magad, hát van ott annyi mindent lehet csinálni, hogy atya úristen. Jó van, akkor megnézzük a térképet először is. Én is azzal kezdtem. Veserbe a hetetet. Jó, hát hogyha a hetes föld le van kultizva, akkor igen, akkor ezt lehet vetni. Megyek az egyesre, kultizok inkább, jobban szeretek kultizni. Csak arra figyeljetek, hogy, az, az egyes az, az föld, tehát az rendes föld. Igen. Ja, igen. De be van vetve, nem? Nincs, ez be van takarítva, most néztem meg. Nekem zölden jelzik ki, mintha bele növekszik. Igen, növekszik egyébként. Az be van vetve. Meg izével. De a heteset is feltárt... Az egyes föld az ott van betakarított. A hetes feltárcsa azt úgy, hogy növekszik. Nem. Én meg a hetesen is azt írja, hogy betakarított. Meg meg félig művelt. Na jó. Én kimegyek az egyesre, azt megnézem. Hát az növekszik. Amúgy kettő marha legelő van. Igen. És? És most már megvan, hogy hova öntöttem a szalmát a másikba. Jó van. Akkor megvan ám itt a probléma. Ja. Nem sok helyen, akkor ők hogy 11. Érdekes, nekem meg azt mutassa, hogy le van aratva az egyes. Tényleg növekszik. Hova van valami pohár íz? Nem még a te a filtert... Balázs Péter Magyar, küld már el a linket akkor nekem privátban, légy szíves, hogy hol rendelted meg 990 ére 15-öt. Légy ci, mert érdekelne engem is. Az engemet is. Kíváncsi vagyok 990 forintért. Állatokat ellássam. Aha. Én 2000-ért láttam. Hol a vetőgép, Gyula? Merre van? A bejáratnál. Na jó, ott van több is. Három bejárat van, ugye van a boltíves kapu, van a tehenek felüli bejárat, és a tehenek felüli bejáratnál. Na, akkor ezt most meglesem. Ó, de te, hogy laggolok már. Most szivárt. Én az elején laggultam egyet. Azóta így szépen. Szerintem még be sem töltött rendesen a izé. 13 napig elkezdődött. Nekem még nem töltött be teljesen a map. Gondolom azért lakott. Az a baj. Az a baj. Megvetted az összes map földet? Igen. Elméletileg az összes föld a miénk. Itt fölötte van egy, az nem? Melyik? Az az üres, húzd föl a térképet. A 20-as? De most azt minek vegyük meg? De a 20-as minden a miénk. De nem, de nincs föl a térképet. Kinagyítod a térképet. Igen. És fölötte van még egy darab rész, ami fehérre körbe van véve, arról beszélnek. A G2-től följebb. Igen. Ja, az nem is a map része, gyerekek. De nem. Meg lehet venni, de minek? De nem tudsz oda kimenni. De oda nem tudsz kimenni.
Ja. Hiába veszed meg. Na jó, én majd gyalog átjárom a telepet, mert én nagyon nem találom ezt. Vajon itt van? Várjál, segítek neked. Nem talál. Itt a vetőgép. Hol? A bejáratnál. Van a marha legelő. Igen, a marha legelőnél ott az a bejáratnál. Balra, balra, mennyi balra? Gyere, megmutatom. Egyenesen mennyi? Most áramon beszéltek össze, na, most zavarodtam. Megyek Misiért. Itt vagyok. Na, igen. De traktorra gyere, akkor. Van olyan, hogy térkép szokták használni. Én használom. Hát azért mondom, én rámentem el. Ezen találod meg ilyen zsúfolt helyen a dolgokat. Hát rá kell nagyítani. Rámentem, megtaláltam. Rá kell nagyítani. Mi van a telefnek a félén? Ott van veled szemben. Megtaláltad? Most már látom. Kiderült, hogy nem vagyok bak. Milyen rég láttad, hogy nem kérdezi meg ilyenekkel? Miért melyikeket szoktad, milyenekkel szoktál játszani? Nekem most van egy komoly... Hát... Mike? Gyere utánam, gyere utánam! Ismeritek azt az embert, az Oli 708? Megyek, nem. Erre kinyitom. Ki az? Agrotin 708-at. Ott a hátsó kapu. Nem. Őt se ismerem, miért? Mindegyen, most két ideg. Na úgy volt, hogy főmehetek a terójukra, csak aztán volt valami azt kérdezik. Itt van bent. Kihúzom a foltot. Ezért nem lehet főmenni a szerverükre. Mert? De nekem a modokat megadtál össze, úgyhogy én azok megkisztok. Van benne egy pár VIP mód, nem adhatom meg. Egy VIP nem biztos, hogy van benne, az a másikban van. Ó, de jó hangja van. Majd küldeni fogok nektek egy izét, egy mapot, nem sokára kijön a javított verziója, azon live-oljunk. Milyen map? Na? Agropark, lehet rajta kukoricát várni. Mégszik, nem? Kukoricát mit csinálni? Bálázni. Ja, kukorica, bálázni a kukorica szára. Lesz majd FS 15, igen. Mennyi néző van? 8. De nem biztos, hogy jó a YouTube számláló. Ja, hogy bent van ez a moda. Na most jó. Hát még bele, mert majdnem üres. Nem is baj, hogy nincs itt annyi ember. Most csak laggónak mindegy dönt. Igen. Jaj. Jaj. Hát ez a szegés, ez nem, nem épp nekem való. Hallod, Gyula? Igen? Micsoda? Ezeket tárcsázni? Micsodát, ezt a szántást? Hát le is tárcsázhatjuk azt a micsoda, mi ez? Betoljam. Miért laggolok én ennyire? Kapta húzom a izét. Nem akarom letárcsázni annyira, ha nem vipáj. Befér? Miért laggolok én ennyire, gyerekek? Megoldjuk. Halló? Én is nagyon. 140-es pingem van. Nekem csak 41. De én is laggolok most. Nekem na mi van? Iráig ment. Hát az tökéletes. De már nem tudom még felvenni se. Na igen. Kiállunk ezzel a csodával. Mi történt, mi történt itt? Nem tudom. Nem tudom mi van. Ez mi? Ez mi? Meghalt a rendszer? Hát nekem még itt egyelőre nem. Nekünk sem még. Remélem nekem. Valamelyik mód bugos. Melyik volt az utolsó mód, amit használtok? Hogy érted? Hogy érted? Hát eddig mindenki dolgozott normálisan, nem cserélt valaki eszközt, mint tudom én, másik tárcsát, vagy valami. Nem. Beléptem, tárcával kihúztam a gyarvizor tüzetire, visszatoltam a kesztizét, a rábát, rátettem, hogy rendeztem, gyűjtem dolgot. Nincs a vetőgépet. Ez így élvezhetetlen. Én nem vetőgépet. Ez így nem jó. Pont,
Pont most mondta valamelyikötök, hogy jó is, hogy nem vagyunk olyan sokan, mert laggolna. Hát kösz. Hát a izé, Dani van De miért ilyen? Kicsit arrébb nyújt. Barrább. Ha jó, nem látok semmit. Nem lagoltok? Jó, szóld előre. De hogy nem lagolok, mint disznó. Csak azt nem tudom miért. Mi van veletek már? Uda. Tervileg fent van. Valaki kilépett. Nem pont, hogy vigyula volt. Nem. Jó, nem? Te vagy? Akkor nem. Bent. Nem, várj, megnézem. Én azért nem lépek ki együtt, hanem meg ne tudják itt hagyni. Andor, azért, Andor. Azért. Jó, szórakozik. Hát az be tud jönni, mert annak van izéja. Mother, admin. Na jó, van, én meg nem mondom magam, mert egy perc is kezdés. Oké. Na. Gyula! Köszi! Ciao! Köszi, hogy itt voltál, hello! Ez kilépett le! Kicsit lejjebb! Bence! Jó! Az a titú! Ennyire mennek! Hogy valami nagyon laggolok! Menj izé, menj! Jobbra már, nem fog izé kifelé! Ki vitt el a... Jó! Ja, az akkor a lüden láttam, hogy korábban. Vigyázz! Na, most már jó. Most jó. Most jó. Na mi volt eddig a gond? Lehet, lehet, hogy elfrissített valamit a gépem. Az lehet. Lehet, hogy még között orrán. Jó, százalék, mit rágyak el bele? Gyula. Tessék. Üljem vagy izzadjam. Most megint nem jó. Orrán vagy létele? Nem értem, hogy mit mondasz. Dolgozzak az etóra, vagy te mész vele? Bele akarok tabolni, igen, csak... Ja, akkor mennyi? Az a baj, de most nem tudom, hogy most megint miért... Szilárd. Miért csinálja ezt most megint? Az nincs. Cső, Misi, mit csinál? Miért csinálja ezt megint? Próbálkoztak itt? Már nem! Zé, vegyünk! Húha, mi ez a komoly lag? Mit csinálsz? Be vagy rúgva ember! Nem. Gyula, hogy vetted fel ezt a munkást, az be van rúgva. Tönkretek itt a jó MTV-t. A kőbe! De most megint miért laggolunk ennyire? Most megint nem. Kisiráljak vele. Hát így nem lesz komoly, hogy szapolytad a kőbe. Tedd a helyék! Betedd, de eljöttem a helyét. Megtedd a pótkocsit. A biztosodat, a szuperagot te. Utálok zsámolyosra, izé, forgó zsámolyosra találkozni. És most megint? Ott hát nem tudom kinyitni a kapukat. Elvesztettél a kapcsolatot a játékba. Dani gazd elhagyta a szerver, de miért? Gyula, dobsz rám egy farm managert, azt veszek, izé, Szilárd műtrágya. Nincs ott Szilárd műtrágya? Ha... Nincs, elfogyott. De szerintem az izébe van, a boltnál van véve. Csak el kell menni a bolthoz. Megnézem garázsba. Most megint miért laggolunk ennyire? Nem, csatlakozok. És most megint nem laggolunk. Amúgy nem lesz komoly. Most nekem izé 30-as pingem van, az előbb meg ilyen felment ilyen 140-esre. Izé nem lesz. Hát én nem tudom képzelni, mi lehet a gond. Nem tudom. Egyébként sincs kávédra állóval. Ja. Nézem már a bútna. Menjek vissza a Weimarhoz? Mindjárt beszinkronizál a csávó, és akkor majd jövök én. Betőmagot azt látok. Mit rágya? Várjál már. Ott van, micsoda? Szinkronizálás van. Igen, nem tudok közben mászkálni. Igen, meg van ott a izénál is a mi a fene, betolbód a szín alá is. Mitől ilyen sárga a kezeim? De szarul van beállítva a kamerám. Na, most jó. Megjött? Megjött? Ja, ja, ja. Biztos az volt a lényeg. Ja, kilépett a Dani, minden kutyba megy.
Biztos ez volt a szóra. Mészpor van itt egy. Jó, akkor Gyula, hadd egy menedzser. Igen, átküldte. Átküldte Péter Balázs magyar. Na most akkor van izé? Nincs. Ezért kéne egy for manager, egy vegyünk. Ja. Vagy vesz Gyula, nekünk mindegy. Mindegy. Csak legyen. Ja. Amúgy azt mondom, el kéne menni pótkocsival azt hozni, nem? Igen. Hát csak úgy. Ott a... Nem mondok csinyát, de elmondtam, hogy elkezdtem menni az MTZ-t. Anulja, hogy klassz 218-as. Aha, 218-as dominátor, hogyne. Persze. Én azt használom folyamatosan. De is meg 17-re is szoktam. Itt a játékban van. Hogyne. Raklapvilla. Meg nem találom meg. Raklapvilla szerintem az UN-en lesz. Hol? UN. Csak azon van villa. Az meg ott van. De beragoltam. Ja, jó. Akkor traktor nincs. Várjál csak. Nézd meg, hogy a garázsban, hogy van-e raklapvilla, de szerintem nincs. Egy pillanat is vagyok, csak levetem a pulcsit. Egyszerű és nagyszerű. Majd nézem a garázsba. Én is azt mondom. De most nincsen olyan, hogy klassz. Mi? A játékban most nincs itt, amiben játszunk. Klassz 218? Aha. 204-es van csak. De van 218-as. De nincs megvédve. De nincs. A raklapvilla nincsen véve traktorra. Hol van? 208-asunk van. 218-as az nincs is berakva, nincs letoltva, de van. Létezik. Itt az MTZ. Na mindjárt nem sokára végzek itt ezzel a szántással, gyerekek. Menjük az MTZ-vel. Melyikje? A bomot váltam ki. Rem. Ezben van itt, de megszoktam 11, hogy majdnem az extraktorban van itt. Akkor fogd meg, akarsz fel a pót, a Bálavillát, tedd le, menj el a bótba. Miért tegyem le a Bálavillát? Ha meg kell venni egy raklapvillát. Ja, jó, akkor elmegyek a bótba. Na, de itt a pótkocsi, azt is vigyed. De nem tudom leakasztani ám. Mert így egyben van mindennel. Az egész traktor... Meg kell váltani, váltsa. Gébe váltsa. Mivel? Gaming Gábor. Na most megint elkezdtünk oda karomba. Tedd be a sarokba. Hol a pótkocsi? Ott van előtt. Ott van, én. Jövök. Tolas hátra! Domi! Te fiú! Keresd be a vetőgép! Hát! Jó van az! Nem károsodik az! Ne szólj bele, Misi! Na, addig még elmész a pótkocsi, addig nekem van egy kis dolgom. És addig... Az a fitú, én úgy laggolok, mint az állat. Én is. Kik? Na, egy ötben... De most miért arra mész fölfele? Nem arra van. Ha kell menni. Na, mi van, Misi? Fent is vagyok, gyerekek. Ugye. Misi, mi a baj? A boltba mennyi. Hát oda megyek. Mi? Nem ott van a bolt, mint a 17-ben. Tudom. Lent a map alján van. Jó, és?
Te most oda kimész és ott végigmész az uton? Hát igen. Jaj. Ez a palik. Most azt nem értem, most megint miért laggolunk. Jó kérdés. Kérdezd meg a szerver gazdától. Az a baj, hogy 19-re megyek az MT-zával. Többen nem is bírsz? Nem, ám, mert úgy laggolok, mindig visszadob. Jó. Jaj, babó! Sose érek oda. Gyula, kezd valamit. Ezt mit csinálják? Mindjárt 10 liter benzin, gyufa. Felhozom a 10 liter benzint, le van a pincébe. Csak 10. Gurulok a dombból lefele, gurulok, érted? Hát tiszta benzinben csak 10 liter van. Meg még 10 liter van bekeverve. Á, gyerekek! Há, jó van, 3 lánc részbe kell. Nem ült be senki a Weimarba, ugye? Nem. Én most a fentbe ülök. Na, lehet, hogy ez bugol. Mi? Van a pótkocsiban valamiért? Nem baj, mennyi? Ledobjam úgy közben? Nem kell. De bele a tifába, itt folyik, vagy a Duna? Jaj. De sose érek le a bolthoz, sose. 20-ra fölgyorsulok, azt vissza 10-re. 20-10, 20-10, gondolhatod milyen érzés. Én is így vagyok. Megint nem tízébe, ezért mehetne 31-jel. A tízes földön, itt a szalma. Összekőszedni, hogy mehet beletárcsázni. Nem mehet beletárcsázni. Nem, tedd össze. Szalmat fel az állat. Jó, most nem lesz bele a bála. Gyula, eddig mit csináltál, hogy jó le? Semmit. Akkor most is csináld azt. Semmit nem csinálok. Ne hazudjál, látom, hogy... És igen. Érdekes egyébként, mert a... Ekézzel azért nem megy ám, azért nem. Jaj! Semmi. Nincsenek értesítések, tehát még elvesztett képkocka sincs meg, semmi nincs, úgyhogy... Ááá, gyerekek! And now we're the seals inside, fuck you! Nem tudom, hogy mi lehet a gond, de várjunk csak. Ez így nem fog működni, hogyha így laggolunk. Most 13-14-es. 300 millió év alatt. Leértem a bolthoz. Ügyes vagy. Mi van kolom? Megdobolni lesz a legjobb. Gyere, Pisti, nem tudom, hogy miről beszélsz. Fogalmam sincs, mi az a konzol. Gyula. Mondd. Raklapvilla, meg ilyen szarokat vegyél. Vagy be kell állítani mindenkinek, hogy tudjon vásárolni, ami kell, az kész. Az hát. Hagyj le beállítani. Ó, te balacsos, balkores. MP-ze master, nem? MP-ze master. Állítsd meg, hogy tudok vásárolni. Ó, oh, végre kaptam. Veszek magamnak. Nyomd meg a nullás gombot. Hiába nyomok én itt nullás gombot. Misi? Igen? Milyen trágya kell? Mit csinálsz? Vegyél trágyát, amilyen kell. Mi trágyát? Aha, nem tudom miért akar. Szilárd. Szilárd. Az melyik? Milyen? Elba nyomom a nullát. Legyél hát. Mennyi? Te most szivatsz engem? Vásárolok valami, és a boltnak a másik felébe rakja le. Rájöttél. Jézus, atya úr istenem. Otthon vettem egy pár darabot. 6 darabot, elég. Hát a főfér a portkocsira. Úgyse fog. Akkor megoldom én azt, abba te legyél biztos, én azt a tisztőpakolom úr rendesen.
Tehetből okay, három, sorba ott két. Az lesz. Akkor vegyek még. Mi? Vegyek még. Ne. Azt mondja meg valaki, hogy miért Lavor Alive. Illetve nem Alive Lavor. Lavor. Nem Lavor. A játék. A játék Lavor. De miért Lavor a játék? Ezt tudod nem ki tudná? Tudjátok ki tudná ezt megmondani, hogy miért Lavor Alive? A... Na? Kobi papi. Kobi papi, ha? Gondoltam. Meg tudná mondani. Miért tudná megmondani? Mert ő vágja ezeket a témákat. Na, akkor hívd fő. Live-ol, nem baj? Nem baj, ő live-ol, mi? Nem baj az. Hát tudom, hogy nektek ez ilyesmi, ez nem akadály. Megtisztelem azért annyival a másikat. A Csavargó persze. Is megérkezett. Ciao, Csavargó, hello, hello. Csavargó. Csavar. Nem tudom, ki vagy, de szia. Csavargó, miért akad a játék? Azt mondd meg nekem. A live az teljesen jó. Én ezt a meszet itt hagyom. Jó. Van egy kis gond a telefonommal. Na mi a gond a telefonommal? Töltőm van, 15%-on van. Folyamatos töltő. Olyan forró, mint a dög. Jó, az nem baj. Amúgy annyira nem érdekel, hadd forrjon. Hát ha edény akar lenni. Na, szálljon ki mindenki a gépből. Most várjál, levettem a pótkocsiról a meszet. Szálljál ki. Várjál. Levesztük, kifáltam. Kapcsoljatok ki az árnyékokat, nekünk segített. Nehogy már azért lag, azért... Hát na, nem tudom, maradok. Gyerekek. Na, hogy itt hívgat sádét, páterok. Jó, vagy inkább csöndbe legyél. Ne üvölts. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, miért csinálja ezt. Visszajöhetek? Jó, van ott rohadjön el. Nem tudom, képzelni, hogy... Billeg a méz alatt. Hát eddig nem volt semmilyen gond. Húha! Így komoly lesz ez repakóni. Nálam ugyanúgy van. Miért van ekkora komoly lag? Jó kérdés. De ilyen begabika-bika nagy. Ezzel államot lehetne ijeszteni ezzel a laggal. Hát, Pisti, szerintem egy fél órát simán tudok lenni. Ja, hol egyszerűen ez hihetetlen, hogy miért csinálja ezt. Na, oda nézzetek. Na, most jó. Most jó. Figyelj, mindjárt megint nem lesz jó. Megint nem jó. Jaj, hova megyek? Elkanyarodtam. Na, vagy itt ízni szállít, pakunkat. Mi laggolunk? De jó, már legalább csak nem én laggolok. Na, most megint jó. Addig fővettem akkor a izét. Észrevettem, mert a fent az megindult. Még mindig jó? Igen. Kérlek Istenem, legyél jó, köszönöm szépen. Most jó lesz egy ideig. Lehet, hogy a háttérben frissít valamit a gépem? Hát csak nem. Lehet. Lehet. Hát csak nem. Áj, de jó, nem lakóvatulatok. Örülsz neki. Örülök ám. Na, nem mondjátok, hogy te laggolsz, nem laggolsz, ugye benne? Na, most megint. No, el se indul az MTZ, úgy laggolsz. Nem indul el! Na, jó van, valamit kezdek magával. Várjál csak.
Szerintem a live miatt akadunk. A live miatt akadunk. Nem hiszem. Na, de hogy is. Na, most jó. Jó. Igen. És most megint nem jó. Hát érdekes. Defektek. Ez a játék defektek. 17 a sokkal jobb volt. Abban nem volt ilyen. Igen. Ott nincs ilyen probléma. Ott rohadjon el. Jaj, mamó, az előbb olyan jó találtam lagnéki. Jaj, mamó. Jó volt lagnéki talán. Most kézd a kontroller. Én? Most kontrollerre nyomom. Gyerekek, a processzor az... most megint jó. A processzor az 8%-on van kihasználva, 60 FPS-ünk van, nincs elejtett képkockánk is. 8%-on forogott TD. Aha. Ez ennyi még 99. És... Az a baj, Miki. 2600-2700 kilobit per szekundum, 3026 kilobit per szekundum. Tehát... most jó. 61 fokos. Sörös Béla, hello. Bula. És most megint. Megint nem jó. És megint nem jó. Na, maradj előtt 800. Már 8,2%-os a processzor. Futok, azt így visszadobál. Hány fok? Na, mégre. Azt nem mégre. Ja, már én nekem olyan ballent, hogy jége. Lehet a processzorod is furr. 61 fokos. Csavargó. Csavargó, semmi ilyesmi nincs. Ameddig nem szedtem szét a gépet, semmi akkor... Semmi nincs csavargó. FS-nél, amikor majdnem 90 fokos volt a proci. Volt már olyan. Az nem rossz. Csavargó meg azt írja, hogy sok a kecskepornó. Be kéne zárni a kecskepornós oldalakat. Hát akkor zárd be. Na Sörös Béla is. Sörös Béla is megvásárolta az FS19-et. Nem tudja... Pisti nem tudja letölteni a megáról a modokat? Miért nem tudod letölteni, Pisti? Na. Mi fene? Pedig én is leszettem. Én is onnan szedtem le. Amúgy a fele meg volt. Kettő mód kivételével minden jó. Amúgy azt le tudod szedni. Ma leszettem. Hogy tagadja ez? Gyanús, nagyon gyanús. Én nem tagadom. Köszönjük szépen, hát ilyen laggolósan vagyunk most. Nagyon jó. Illetve nem tudom, ennél hogy... jobban nem lehetnénk. Miért csinálja ezt a játék? Hát... Lehet azért, mert itt vagyok. Dani, hogy halad? Mit? Hogy halad? Kettőt felhőrök. Kettő? Tényleg. Sörös Béla, hát lehet jönni egész nyugodtan, de hát itt kínlódás van, szenvedés van. Jaja. Kínlódás, szenvedés, mert... Aki laggolni akar, nyugodtan jöjjön. Ja. Csak azt nem értem, hogy ezt miért csinálja. Jön, azt tudja szivatni a másikat, mivel még van a szerver. Nem, ez szerintem nem a szerver miatt van, mert jó a netem is, minden jó, úgyhogy itt valamit szerintem csinál a háttérben a gépet. Vagy valamelyik mód. Vagy valamelyik mód. De hát érdekes, eddig semmi nem volt. Érdekes, amikor csak ketten voltunk fenn, akkor tiszta jó volt. Most kezdte. Lehet jönni Sörös Béla, csak lagolunk valamiért. Nem tudom, hogy miért, pedig teljesen jó itt minden. Fenn, de 10-en megyek, de azért 3 méteren belül megálltam. Az igen, megállok, az dobál vissza. Túl sok a mod. De hogy sok. Hogy lenne sok? Alig van. Alig van pár mod. Ahhoz képest, hogy nekem FS15-höz van egy ilyen 200 pár modom. Az nem sok. Elbújjad, mögöttem. 17-tel játszottam 500-600 mod. 17-et játszottam. Nekem 17-ben ilyen 1000 modok voltak benne mindig. Te csak voltak? Van még belőle egy pár. Egy pár darab. Egy olyan 500 darab. Ja. Most már 19 ez is van elég sok. Körülbelül ennyi módon be nem használom.
Én egy jó MTZ-t adtok talán. Na, most megint jó. Ja, egy darabig azt utána meg... Hova talált a MTZ-t? Igen, ennyi volt. 19. Ennyi kampó végig. Én azokat a üzé... Néhány MTZ-t megláttam 19-re, hogy hogy csillognak, de... De ez olyan, mintha egy régi lenne. Az a szoki, hogy régi lenne, de nagyon csillog, meg villog. Meg ez nem. A sipákol, meg nem tudom. Van benne turbós is. Sipákol? Szeretem. Turbós MTZ a kedvencem. Izé, 17-ben is turbóssal játszok. Ja. Eddig most pakjában benne van egy ilyen jó kis turbós MTZ. Nem tudni 82.1. Berki, aaa, oh, hello. Szia Berki, a Berki. Megjött a Berki. Hello. De rég láttalak téged is, Berki. Most jó. Ennyi volt. Most nekem jó. Ennyi, megállok visszalobá. Nem lesz. Ne engem annyira nem dobál. Örülj neki! De ez 38 meg 41 az MS-em. Nekem meg most ilyen 30. Semmi extra, Berki. Kínlódunk. Annyira nem. Annyira nem, de azért. Kínlódunk a komoly nettel. Márk Dobai, dicsértessék. Szia Márk. Haló. Ma csak egy fél órát lesz live, nem? Igen. Ma egész nap körülbelül olyan 3 óráig szívtam a nettel konkrétan. Jó, van, én délután 2-kor keltem. Én meg izé... Itt ezt beszektem, ezt nem szektem be. Amatőr hiba miatt? John Games, hello, szia John Games, neked is. Köszönöm szépen, Zétén jól van. Lehet, vannak modok, lehet már le... volt törpe. Igen. Vannak benne olyan modok is, ja. Amik újak. Hány éves? Ki hány éves? A fiat. 2,5. Aha. Igen, ja, 2 router van, és az át, hát úgy van beállítva, hogy össze legyen mind a kettő csatlakoztatva, mert úgy az igazi a net volt. De egy éve körülbelül ilyen... Na, ha össze van csatlakoztat, ha jó a net, akkor nagyon jó. Ha nem jó, akkor meg a legrosszabb. Ennyi. És a helyzet, mi jött most az újtendben? Ne lagoljál már ennyire. 5 hónapja. Komolyan mondom, ez valami hihetetlen. Ma meg... Hihetetlen. Azért ilyen rossz a net, mert nincs össze csatlakoztatva a kettőt. Az előbb még össze. Ja. Nem értelek valamit. Igen, az előbb még össze volt. Tegnap. És még azt, azt mondtam, hogy annak össze kell csatlakoztatva lennie. Jól van, tök mindegy, nevezzük egyetem. Bigyula, jó, Bigyula a szervernév, Pisti. Gyulánál is dobd össze. Dobd össze Gyulánál. Na jó, van 2 rúterje. Na, ó, de jó, most a jó. Jaj. Megcsinálom. Megindult a fent. Ennyi volt. Igen, igen, indítok majd, hogyha meg lesz az FS15, akkor megy egy 15 sorozat is, igen. Ó, mi van, Kalágy? De nem tudom, hogy ez, ezzel most mi van itt, ezzel az FS19-el, mert... Bold, van mi újság? Ma itt vagyok a telepen. Na, már felpakoltál mindent. Ja. Elég gyorsú. Ezzel a bocsokba le. Bence Popovics, hello! Szia, szia Bence Popovics, de te is derék voltál már itt nálunk. Mennyit rakottál fenyót? Nem. Jó, az úgy leesett. Na jó, van, majd izé hozom kézbe. Mármint a 15? Megvan Berki? Az jó, akkor ma jöhetsz velünk. Előbb még megbírtam. Kontinentál Európa, így van, de leírás volt van Pisti minden. Kontinentál Európa, Kakas a jelszó, Bigyula YouTube Gaming. Úgyhogy nyugodtan jössz, jó, hát ezt a kicsit ezt már hagyom itt a picsába. Jó, a live, ment a like, köszi szépen!
Misi, ezt nézd. Mit, hol? Beállok. Én kim vagyok a tízes földön. Ja. Misi rá. Köszönöm szépen a lájkot. Nem, falmáztadom össze. Ahogy sikerült. Ügyes vagy, Misi. Jó. Fel van töltve, végre, Isten, mertek fel. A 19 megvan, meddig tart a live? Kérlek szépen a live. Addig, ameddig vége nem lesz. Ez még fél órát. Nincs csak fél órát, de nem igazság, mert nem pont 9 volt. Törli az üzit, ki törli az üzit? József Kovács, halló parasztok, szevasz, főparaszt, figyelj már, főparaszt. Én nem törültem. Főparaszt. Főparaszt kollega bácsi, Józsi bácsi, az van, hogy mondd már el nekem, hogy most, hogyha visszapörgetsz egy körülbelül egy 5 percet a live-ba. Most jó. Akkor láthatod, hogy mennyire nem a live lagol, hanem akad a játék. Hogyha visszapörgetnél egy 5 percet, meg tudnád nézni, meg tudnád mondani, hogy mitől csinálhatja ezt? Most jó. Most, igen, most jó. Most nekem is. Na, ne kezdjél el szivakodni, mert bajok lesz. Bo, beindult, aztán megölt mindenkit. Miért? Négy vagy idege? Azért, mert nem akar elindulni. Nem, a YouTube, mert beírom, elküldöm és eltűnik. Micsoda Berki, ezt nem értem most. Töltöd a modokat. Most vagy én vagyok a hülye. Nem. Vagy hülye vagy. Lehet, mint a kettő. Meg körülbelül, nem? Gyula, végeztél is? Igen, én végeztem a szántással. Ezt meg... Hallod, Gyula? Mondd. Én is kimegyek vetni. Jó. Jó? Jó. Oké. Okay. Én megpróbálom betolni ezt a pótkocsit ide a... Az nem lesz olyan nehéz annyira talán. Kormánya könnyen. Ha, igen. Gyula, ja. Neked kormányod van? Igen. Én 27-es, ha jól tudom. Igen. De már most elcsesztem. Már most elcsesztem. Ez nagyon fordulékony ez. Akkor az ötöset nem tartsázzuk meg, jó? Jó. Megtartsázom én, ha kérsz. Nem. Az csak több munka. Kompilsader, az volt most a live-on nálam, mikor mutattam be az újjátokat. Aha. Nézd, csak most is csinálja. Megint elkezdte csinálni. És nem tudjuk, hogy mitől. Leszakom, mindjárt ki meg, azt csinálok egy szigit. Azt tudnod kell, hogy most frissítettem a Windows-t live előtt. Ja. Dani, belepattansz az MTZ-be, azt megnézed, hogy neked jó, ha neked se, akkor bagos. Melyik? Mit kell csinálni? A vetőgép. De mi melyik? Mert van vagy kettő. Mi van vele? Hát nézd meg, hogy vete. Csak nézd meg. De nálam nem akar. És nézd meg, ezt csinálja is. És nem tudom, hogy ezt miért csinálja. Vetezd! Na jó, meg ide. És most megint jó. Egyik most sem akar működni, de mindegy.
Ú, átmentem a kutya nyakán. Ügyes. Fent vagyunk, DC-n vagyunk fent, Kovi, úgyhogy jöhetsz nyugodtan. Gyula, betolattál? Most tolom. Akkor ne is tolass, bevárjál. Megtetődtsem. Ezzel a rábával húzod azt a vetőgépet? Aha. Jó. Fú, mi baj van talán? Nem. Tudom, melyikről van szó. Melyik vetőgép? SPC. Azért mondtam. Mi van vele? Semmi. Úgy valami nem jó vele. FS17-ben Kovi papa a belépőből bejössz, akkor be tudlak húzni. Nálam a belépőbe, elméletileg. Mit csinálsz, Miska? Mit nem? Hát ez a baj. De minden. Mondd, azt csinálja, amit nem kéne. Egyébként Kovi papi a leírásban ott van egy Discord meghívó is. Now I just hear the time. Hallod, mit vett? Repce. Ez az, Kovi papa itt van, várjatok, gyerekek, behúzom. Mit vett? Bukfencet. Ezzel nem is lehet. Na itt van. Na itt vagyok. Na hello, szia! Szia, várjál, a Sörös Béla is itt van, őt is behívom. Bevasztok. Na hello. Muszáj lett kétel? Na mire jutottál, Kovi papi? Nula, mit kell vetni? Na hát az van, kérlek szépen. Igen? Az egyébként az a vetőgép. Tehát annak, hogy a Windows frissíted, annak semmi köze ahhoz, hogy tudsz-e live-olni vagy nem. Uh-huh. Ugye szokott azt csinálni mostanában a YouTube, vagy szokta azt csinálni mostanában a YouTube, hogy amikor rendeleli be a live-ot. Igen? Hú, valakinél nagyon hangos vagyok ám. Itt live-ban elég jó. Akkor már butítja lefelé, és azért akad. Tehát gyakorlatilag te hiába próbálsz meg feltölteni 720p-be, amit egyébként engedne, ő akkor is le fogja butítani 30 fps-re. 60 fps-t írt nekem. Az egy dolog. A stream. Az egy dolog. És akkor ez visszahat a magára a játékra is? Mert nekem maga a játék persze, is akad. Hát eddig azért volt az, hogyha csináltál egy live-ot, hogy körülbelül a csatornára egy mit tudom én, fél óra, egy óra múlva jelent meg. Aha. Igen, azt észrevettem, hogy elég sok idő kell mostanság, hogy megjelenjen a maga a live. És most meg gyakorlatilag mindjárt megjelenik, mert azért már mindjárt rendeleli föl a YouTube. Uh-huh. Uh-huh. Tehát akkor ez YouTube-nak a hibája. Igen, YouTube szarakodik. Most gondolj bele, én meg elkezdtem 8-kor a live-ot, elindítottam a visszaszámlálót, 19 másodpercnél összeomlott a Windows-om. 20-nál. Az igen. Mondom, de jó. Mondom, ez azt igen. Na és akkor ugye Windows frissítés, és akkor kerek egy óra volt, kerek egy óra késés. És akkor elkezdtél te is live-olni, elkezdett a Taika is live-olni, úgyhogy most... Na, fasza. Ja, úgyhogy most nagy fába vágtam a fejszét így ezzel a live-val. De nem rossz egyébként. Itt voltunk, dumáltunk. Ja, most azt sem tudom, hogy mit csináljak. Hol vannak a többiek? Megyek permetezni. Megyek, ja, hát csinálj valamit a permetezek fél. Egyet ezzel az MPZ-vel. De most megint jó. Igen, most érdekes ja, módon, most megint mióta... Most egy ideig jó, az mindjárt ez rossz lesz. Ja. Jönni velünk. Na, én még megkaptam a... Képzeld, megkaptam az engedélyt. Na, hogy? A... Dynet Moose-tól. Hogy? Tudom használni az ő állatait. Ja, aha. És akkor arról csináltam most egy bemutatót, hogy
ugye kaptam szamarat, kecskét. Meg libát. Kacsákat. Kacsákat? Kacsákat. Hú, de jó. Csak ezek mind le vannak védve. Aha. Le vannak védve, úgyhogy megkaptam hozzá minden egyes dolgot, amit meg lehet, csak ugye az lett az a kérése neki, hogy nem adhatom ki senkinek, senki másnak nem adhatom oda, meg csak én használhatom föl. Mm-hmm. Tehát én úgy gondoltam, hogy majd csinálok róla egy tutoriált is, hogy hogyan kell belerakni a jószágokat, de hát így akkor nem csinálok, mert ugye akkor el kéne árulnom a kódot is, és azt nem szeretném, mert akkor letilthat engem is a Dynet mód. Mm-hmm. Világos. De hát nekem tök jól működnek. Úgyhogy, hát csak annyi, hogy módként tudom belehelyezni őket, mert erre kaptam engedélyt. Mm-hmm. Na, hát gratulálok. De hát gyakorlatilag nekünk kettőnknek lesz olyan térkép, amin lesz, mit tudom én, szamár is, kecske is, meg birka is, meg minden. Aha. Az jó. És nem beszélve arról, hogy ugye mindegyik állatnak meg lesz a hentese is. Tehát hentesen is le tudod adni őket, nem csak úgy, mint az alapjátékban, hogy eladod valahova, azt akkor kész. Nem rendesen húsfeldolgozó. Így van. És akkor, hogyha megvetted a butchert, tehát a hentest területet, akkor föl kell építened a hentest. Igen, hát rendesen föl kell építened tehát a teljes üzletet fel kell építened, és akkor utána tudsz majd csak beleadni jószágokat. Aha. De ugyanez lesz a cukorgyárral is. Akkor lesz itten vasgyár, akkor mit tudom én még, ez még úgy teljesen nem forta ki magát, tehát egy teljes építős pálya lesz. Aha. Hát itt a magyar srácoknak annyira azért szerintem nem tetszik, vagy nem tudom, annyi jó visszajelzést nem kaptam róla, de viszont itt az angolok azok már meg vannak hűve. Na, az jó. Na, hogy mikor lesz már, ha úgy játszanának vele. Na. Hát szerintem azért kaptam Dave-től is engedélyt erre, mert ugye hát ő se győzi. És akkor már unják a PV Reverse, mert gyakorlatilag most már elég régóta megvan. Aha. Ja, most de nagyon koncentrálok. PV Reverse-nek alatt 23 000 letöltése van. Az igen. És csak módként lehet belehelyezni a építkezést, nincs úgy ráépítve pályára, mint nekem lesz. Aha. Sütelkos, köszi, hogy itt voltál. Hello, szia! Ja. Lassan a live-nak is vége lesz, nem? Ó, ja. Hát még egy 20 perc. Ja. Ó, de jó. De ugyanesen megoldottam én ezt a tankolást. Utána meg nem játszunk. Én ma nem. Hát, nem meg. Nekem is mennem kell. Jó. Na, jó van, srácok, szerintem... Na, hát köszönöm, Kobi papi, az infót. Köszi az infót a izéről. Erről az akadásos témáról. Hát ez csak inkább egy ötlet volt. Aha. De mondom, nálam is ez volt a probléma. Uh-huh. Okés. Na hát köszi még egyszer a segítséget. Aztán
Majd, hogyha lesz info a izéről, erről a mapocskáról, amit most csinálsz, amin lesznek majd ezek a izék, akkor majd képeket majd küldjél. Ja, hát küldök, hát folyamatosan küldök majd. Mm-hmm. Csak most belerakom majd a maradék építősöket, akkor majd arról is akarok csinálni live-ot, egy bemutató live-ot, hogy hogyan mm-hmm. kell építeni őket. Mm-hmm. Tehát most szeregetem meg, rakosgatom össze a modokat, meg ugye meg kell úgy, tehát úgy akarom megcsinálni a pályát, hogy értse mindenki, hogy az egyik az függjön a másiktól. Aha. Tehát ne tudja össze-vissza mindent, tudsz csinálni össze-vissza mindent, de például ahhoz, hogy tudjál csinálni, mit tudom én, raklapokat, ahhoz kell csinálnod egy deszkagyárat. Aha. Tehát ahhoz meg kell vegyed a deszkagyárat, hogy tudjál csinálni raklapokat. Mert deszkát kell majd vinni a raklapgyárba. Aha. Érted? És a deszkát, azt meg, a deszkát meg a gondolom a fakitermelésből. Persze. Aha. Így és van. Van egy, gondolom, nem simán elviszed egy fafeldolgozó üzembe, hanem ugye akkor már... Ha nem, mi a fanézel, tehát magadnak kell megcsinálnod. Mm-hmm. De jó ez a gyomírtó. Meg ő minden. Hát, legyen... Teljesen elszállítja a növényeket, tök jó. Közben üdvözlöm a cseten a 13 Noelt és a Zoli 708-at. Ciao, szavaztok. Srácok, majd lehet, hogy később még visszanézek. Okés, Kobi papi, köszi szépen, hogy itt voltál. Na, elmentem, mert okés. Most már kezdek szarul lenni megint. Jó van, oké, na. Jó, legyetek. Kitartást, jobbulást, hello, szia. Csáó. Hány éves volt? Kobi papi, nem tudom mennyi édes. 50. 40 biztos van? Mondom 50. Honnan tudod? Mert tudom, mert elmondta nekem. Mert játszottam. Az komoly ez a map, amit itt mesél. Itt vagyok. Igen. Komoly map lesz. Mondjuk én nekem annyira szerintem nem fog tetszeni, ha meg lesz a cserotva. Hát nem tudom. Mert? Én mindig is szerettem az ilyen kihívásos napokat, úgymond. Hát, én nem szeretek egyszerre mindennel foglalkozni. De most ez a map, ez miben lesz? 30-19, nem? Igen. De amúgy az a baj, mire megosztják majd. Addigra meg már kérdezik a Pest 21. Meg addigra nem fogok játszani. Ez az. Addig a Maki emagy az a én is csak, hogyha jövök játszani ilyen live-ba, én csak akkor játszok 19-et. Egyébként meg nem. Nem annyira szeretem. Én igen, jó az. Jó, mint a 17 szerintem. De hogy is? 17 az sokkal jobb. Jaja. Jó volt. Mindenkinek más a véleménye. Jó, például én is most 19-et nyomom. Én is. Azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon szar játék, mert akkor egyáltalán nem játszom meg vele, de... Mégis nyomod. Mit? Mégis nyomod. Nem, mondom, de ne vagy bele a szalabba, légy szíves. Jó, ne veszek egyetek, köszi, szia. Köszi, szia. Hello, szia, szavasz. Jaja. Ott van az ajtó, mehetsz ki. Csak az a baj, nincs ajtó. Max abla. Hát. Raktorban van ajtó. Itt állhat. Az egy belopna gépem, nem fogok. Minek lopna be van nekem is Isten? Mennyivel húzod a vetőt? Mennyivel? Most nem tudom, mert pont megálltam. Hogy? Mennyivel vereted? Szerintem ugyanannyival, mint a rába. Azt nem hiszem. Ó, adjuk, mennyivel húzod? Mondtál, én előbb kérdeztem. 14. Ha, 25. Ó, hogy... Hogy húzott te 25-tel?
szar. Nem kell letenni ezt a földbe, mert az alapból így lent van. Ez se. Ne, de meg kell nyomni hozzá a V-betit, illeted. Meg nem, fel se lehet emelni. Dehogy itt nem. De meg kell nyomnod a V-betit, én raktam le nálad. Na. Mind a kettő 16-ba tud menni. Most megnéztem. Micsoda? Mind a két vetőgép. Hát, akkor nem tudom, miért húzom 25-re. Na már rábával vagy, basszod. Aztán nem erős. Visszacsapjuk. Ja, nem erős rába, á, csak 310 ló. Az MTZ meg várja. De mely? Hát a Master. De ő az izével van. Ja. Az egy izé van. Mind a kettő. FS 19 székely, dicsértessék, bocsi, csak most végeztem a 12 órával. Semmi baj, székely. Ne hülyéskedj már. Első a meló. Ja. Pénz meg legyen, az legyen a legkevesebb. Nem? Pénz legyen a legkevesebb. Az legyen a legkevesebb. Pénz az legyen. Na, ha nincs, akkor nincs pont. Nem boldog ír. Akkor jó, hogyha két ember van megelégedve az ember fizetésével. Az egyik a főnöke, a másik meg saját maga. Ez a Weimar, ez mi? És megint elkezdi csinálni. Semmi extra. A live végére. Semmi extra nincsen, székely. Ez ilyen zárólag. Lehet, hogy ez már olyan lag lesz, hogy ki is vagy egy az egybe. Most ja, megint nem lagulám. Jó, most tök jó. Én a tízest azt elkezdtem tárcsázni. Jó, van, én meg a nyolcast, meg a hatot bevetettem kukoricával. És veletek mi újság, székely, jól vagytok? Jaj, hol megyek? Én meg. Mind a pajtorkom. Ez ki volt? Én. Jaj, de megijedtem. Én. Kivételesen. Ez a rába, ez nagyon komoly gép haját. De általában egyébként minden ilyen kis ízűzajtónak szoktam élni. Az jó. FPS dropok a legkevesebbek. Zoli 708, ez nem FPS, mert 60 FPS-en van folyamatosan, pont a... Jó, neked. A YouTube renderelés csinálja. Mi kell nekem most, B? Misi, elmegyek meg itt segíteni, jó? Azt mondja a... Lala. Pont erről beszélgettünk, erről kértem a Kobi papának a véleményét, hogy ő szerinte miért csinálja ezt. Na, valaki kilépte. Ha nem én. Misi, itt vagy? 10 perc, az... 10 perc aztán kampó a live-nak. Jó, Bence lépett. Ki belépett ez a gyerek? Nem. Na, nemrég hívtak Siófokon, melóztam. De semmi gond, Zoli, csak mindenki azt hiszi, hogy ilyen FPS probléma. Nem FPS probléma. A processzorom az néha 8%-ra is fölmegy. De jó neked. Én többet most nem vetek, mama. Úgyhogy igazából ez... Nem nálam van a hiba. A hiba nem az én készülékemben van. Az a YouTube-nak a készüléke, hogy száradjon el. Két hetente jársz az a székely. Hú, az... Igen, az ember próbáló, igen. Csináltam én is nagyon sokáig. Amikor kint dolgoztam. Én bevetettem. Én két küldet bevetettem annyi idő alatt, mint te egyet. Bibigú. Jó van, ne izéljél már drába, de könnyen beszélsz. Még az ötöset bevetem. Hogy ne vessem. Á, nem kezdem már, majd ma azt, hogy. Nem kedvem. Van még idő, nyugi. Nincs kedvem már vetni, nem az, hogy idő, van kedvem nincs vetni. Nem kedve az sosincs semmihez, de mégis még kedvem. Jaj, kicsit későn fordultam. Uha, ezen a szantásó rábával. Kicsit későn fordultam. Én nekem sincs most semmi kedvem, de mégis megcsinálom. Hallod? Misi? Na.
tantás órábával. Mit csináljak vele? Hát abba megyek. Há jó van. Ugye téteség 19. Aha. Az kemény. Székely az... az komoly. Én burkolni voltam kint. Úgy kicsit fura ez a társ, így random így izé. Így elkezd így az elejére borulni. Hát ugye még így a levegőbe emelkedik. Ha lőzsíva, te mit csinálsz? Permetezik. Én most permetezek. Ja, már nem tudtam, mit csinálsz. Permetezek. Permetölök. Én kicsit olyan sárgás lenne. Nem permetem. Én is csak onnan tudom, mert nézem a live-ot telefonon. Ja. Ja. Én nem. Na végre egy ember, aki nézi is a live-ot. 5%-on van a telefonom. Akkor nem sokáig nézem. De töltöm van. Forró, mint a dög. Azt akartam mondani, az előbb még forró volt. Most is az, ne aggódja. De milyen szépen betoltam a szín alá. Apukám. Meg vagyok elégedve magammal. Én is meg vagyok fel elégedve. Olyan szép munkát végzem. Ja. Ja. Azt mondja, ja. Ja. Jacht. 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 Jó lenne nekem jacht. Egy olyan jacht. Jó, igazi jacht. Kéne neked egy jacht. Testvérem, van neked jachtod. Nekem van. Mit dolgozom? Adja nekem jachtod. Miska, te mit csinálsz? Mit nem? Igen. Kultizik vele. De komolyan ekkorával álltál neki tárcsázni? Ha nem igen. Találtam nagyobbat. Halljak meg, ott van az IH tárcsa, ami tízszer ekkorát fog. És elmondatok menni. Jó, ez erre a földre. Jézusom. Én jobb atom. Ja, mert te is tárcsázol? Aha, itt vagyok a tízesen vele. Jaj. Ő maga azt hittem, még vette. Akkor ez már kész logisztika székely. Az már teljes logisztika. Minuság van Gyula. Tessék? Szahoz van. Mi nincs? Minuság. Mi nincsen? Újság. Nem értem, hogy mit buksz, komolyan mondom. Mi újság? Ja, mi újság? De annyira mély a, hangja, nekem meg annyira mély a szülesem amúgy is. Nem. Ne hallok bent, úgyhogy ne aggódj. De azért 4 liter jó. Levet megiszok, na az jó. Egyszer voltam ott Siófokon a sívógyárba, ott láttam akkora barack magkupacot, hogy pff, nagyon komoly volt. Vagy attól kettő álltak a szemeid. Nagyon nagy volt. Nagyon durva, biga nagy. Barack meg a Szilva a legjobb. Halljátok? Nem, siketek vagyunk. Hányas tárcsázzátok? 10-es. Abba mit vessünk? Mit tudom én? Kukorica megy vele. Meg Gyula, kukorica mehet? Mehet. Jó. Egész nyugodtan. Következő live-ba lehet rakni. Az is 19-es. Oh. Kukos, mákos, libás, guba. Ma most melyik áll? Itt is van még egy föld. Mi a szara? Az a izé fennek a dudája? No, it is done. Elhúzom itt a teteite. A teteite azt mondja. Teteite. Jó, kigan gyerekesen beszélünk. Beszélünk. Nem baj, Ausz. Testvérem, megyünk vasat lopni az anyósossal. Jaja. Ne füttyögjé már! Halljátok? Fügy. Gyula. Tessék. Az Etorod az olyan komolyan viszi a vetőgépet. Jobban, mint az M10-z. Mennyivel viszi? 15. Akkor jobban viszi. Egyel. 1 km/h. 15-re ittem veretem, veredeg. Veretem, veredeg. Ez még egy szívesen, hogy
Hát a manuál. Ó, de be van állva, én hátam. Tisztelitek a manuál? Mákos guba. Mákos guba. Jó, mondjad már. Ismered a manuált? Biztos. Itt faktorról még te se hallottál. De ahogy nem. Tudom, az osztálytársam hasonlította. De nem ő volt. De ahogy. Jó lett volna. Gyapotot aratni fogunk? Biztos, hogy... Sörös Béla, mikor lesz még FS 19? Hát nem tudom, mert most... most jövő héttől megyek dolgozni. A live-ot. Jövő héttől megyek dolgozni, és akkor most megint kevés időm lesz. Úgyhogy hétvégenként fogok tudni csak live-olni. Mostan volt egy kis tünet. Szerintem azt letárcsázzuk, azt be is felesd. Bevetem, valaki segít vetni. Biztos, hogy nem vetek most már. Akkor majd a... Majd a mit? Majd van? Egyedül. Biztos, hogy nem egyedül lesz én is, már. Én is egyedül bevettem ennél nagyobb földet. Jó, én meg kettőre korát vetettem be egyedül. Azt akkor rábálva ennyi. Jó van, most nevetek egy velem. Tudom, hogy jobb volt a gépen, mint a tiéd, nem félik se. Nem kérdés. Na, én végzek ezzel a permetezéssel. Bepermetezted a kukulit a főreket is? Nem. De miért látsz meg mindig? Hallod? Domi. Azért, mert írkálok. Hallod, Domi, nem jól van magát, gurulok. Tudom, ott én is úgy mentem le. Amúgy az a szitu, hogy ez az ekkor, ez mindjárt meghal. Mert? Hát, mert a szervize az a legeszleg olyan van. 23-as. Jó kis csalitos hely. Hát, ez lesz a következő majd, amit vágni fogunk. Egy perc múlva vége a live. Jó. Juhú. Beisítom a gépre. Hallod Gyula, azt megvárod, míg bevetem, nem? Nem. Nem? Nem. Jó. Hát még amíg lehet. Úgy van, keresztül a fejeden. Akkor vigyem be a vetőgépet? Igen. Mi nem hagyott kint a főcélön, és majd a izé. Já, nem vagyunk mint ilyen. Ellopták a cigánok este. Ja, ja. Jó, szét izé jönnek flexe. Két flexelik. Simán. Jön veletek a látképület. Na, én ezt lerakom, azt én lépek is. Én meg visszateszem ezt a helyére. Na, még megvárom mondjuk a live végét. Nem. A live végén lesz egy ilyen izé, saját trackerszos kép, vagy valami. Akarsz? Mert akkor nem rakom vissza az MTZ-t. Nem lesz. Jó, akkor lerakom. Minek az? Úgy szoktuk, hogy vissza szoktuk pakolni a gépeket a helyükre. Mindennek megvan a helye, ahonnan elvettük. De honnan el lehet hozva, oda kell visszarakni azt. Igen. Hát ez nem sikerült olyan jól. Ezt egy kicsit előre kell húzzam. Mi van? Ez itt szokott lenni. Na? Ez az. Hány méteres ez a permetelő? És elkezdett laggolni a végére. Azt mondja, hogy úgy lagd. Ez a permetelő. Ne fütyülges már! Jó van, hát. De fosztatja, akkor se lesz jobb. Kifütyül. Nem tudom, mit csinálkozom. Na, fejezze be a tevékenységet. Gondolom a másik MTZ. Na. Fennek ilyen a dudája amúgy. Aha.
Tényleg? Aha. Szállj ki, szállj ki! Mint egy kis madár. Liba guba. Na. Légy szíves, szállj ki a fennből. Szálljatok már, kicsi. Na. Gyerekek. Köszi szépen a live-ot, sráckák. Na, nagyon. Szépen. Nyomok egy mentést. Hol is kell? Gyere, Misi. Játék mentése. Futok. Ez... Oké. Okay. Álljunk be egymás mellé. Te kis niga, menj innen. Te kis, nem vagyunk jóban. Takarodjunk. Feketéket nem szeretjük. Hol vagy? Nem látlak, sötétben. Na, csinálok egy kipet, állj, megáll mindegyik. Mondom, megáll, egyik se elmegy. Ez. Nagyon jó. Nem jó. Álljatok egy kicsit távolabb. Misi egy kicsit hátrébb. Úgy. Tyukos, gyere előbb. Előbbre. Még. Dani gazda. Állj, így marad. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, Kovács Józsi, vége. Akkor jó napot kívánok nektek. Na, hát köszönjük. Én is nyomtam egy pár képet. Oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, srácok. Nincs mit. Na, szavaztok. Ja. Halló. Halló. Na, én meg, hogy is vagyok itt vége elősz. Na, én meg megköszönöm itt ezen a záróképernyőn. Hát, sajnálom, hogy egy órával később kezdtem, mert ugye Taikával meg Kovács Józsival egyszerre kezdtük már, nem csak hogy a live-okat. Ugye nekem a Windows befrissített, úgyhogy muszáj voltam lefrissíteni, úgyhogy sajnos ez így sikerült. Ki kell, hogy lépjek, hogy nekem megvizeljen az nagyon jó. Ha jól tudom, akkor majd a Gerák Pisti, az majd jön nekem majd segíteni. Nem nézze, hogy mi lehetett itt a gond, de ha nem, ha nincs itt a Pisti, akkor nem. FS19, jó így Csibék, sziasztok! Oké, okay, jó éjszakát nektek is, Tiányi Gabi. Hát köszönöm szépen, Jakab Gergő, mert pont beesett a végére a live-nak. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyerekek. Nem tudom, hogy mikor jövök legközelebb, szerintem jövő hétvégén fogok érkezni. Zoli 708 is elköszön. Hát nagyon szépen köszönöm, akkor még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten elméletileg akkor találkozunk. Sziasztok!